Szeretettel köszöntök mindenkit. Mikrofon nélkül is, még bár úgy látszik a rendőrautókat nem lehet leállítani. Inkább vízre költenék, nem nevezzünkre. Na. Elég sok mindennel találkozunk nap mint nap, és mióta foglalkozunk ezzel a devizai hiteles jogsegélyezéssel, így is vannak állandóan új dolgok, meglepetések. Én azt hittem, hogy újat már nem nagyon tudnak nekünk mutatni, és mégis mutatnak. Először is ma reggel, mielőtt elindultam, még sikerült látnom Dubravszky Gyurinak a interjúját a ma reggelben, ami nem volt az egyik oldalról rossz, mert arról szólt, hogy Navracsics Tibornak írt, és Navracsics megígérte, hogy a civil oldal is bejön harmadik oldalként a egyeztetésben. A valós civil képviselők nélkül nem lehet a problémát valóban valósan megoldani, és érdemlegesen megoldani, ahogy Takács Józsi barátunk is mondta. Tehát alapvetően, ha megoldást akarnak, az lesz az első lépés hozzá, hogy valóban devizahitelezéssel foglalkozó civil érdekszervezeteket hívnak meg az asztalhoz. Az elég fájó az egyik oldalnak, a bank oldalnak, mert a tényeket nem lehet elhallgatni, a tényeket nem lehet lehazudni, mi pedig csak tényekkel dolgozunk, tehát éppen ezért a tényekből kifolyólag működik a téma. Ezt hallom egyfajta. A tényekből kifolyólag nincsen fegyverük, nincsen muníciójuk az általunk felhozott érvek ellen. A másik az, hogy teljesen mindegy, hogy most hogy kerültünk ide, a folyó előtt állunk és a folyó most kell átkelni. Mindegy, hogy most pár évvel ezelőtt hogy nem állt velünk szóba a kormány. Én januárban azt mondtam, és úgy látszik eléggé igazolódnak a meglátásaim, hogy majd jön egy nagy civil összefogás, majd amikor a kormány eljut odáig, hogy lerendezi azokat a háttér dolgokat, amiről Józsi az előbb említést tett, akkor majd megérik a helyzet arra, hogy változtassunk, hogy változzanak a dolgok, hogy a devizahitelesek érdekében is tegyünk valamit. Nagyon fontos, hogy itt a devizahiteleseket általánosan egyetemlegesen kellene kezelni, mert nincs olyan, hogy kizárólag lakáshiteleseket mentünk meg, nincs olyan, hogy egyszerűen a kormány azt mondja, hogy a lakáshiteles problémát előre vesszük, a többit meg hagyjuk. Ugyanúgy belehalnak az emberek, ugyanúgy rabszolgák maradnak életük végéig. Sajnos nap mint nap látom, tehát az autóhitel, a személyi kölcsön, az adósságrendező kölcsön, amelyek egy része már egyszer felvett devizahitel következménye mind-mind oda vezet, hogy az ember élete végéig adós rabszolga marad. Néhány új példa, ami kettő jött hirtelen, két tegnapi, ami elég megrázó volt. Az egyik barátunk, ezeket a számokat mindenki ismeri, fizették két évig a hitelüket, 2009-ig, és a felvett 12, hogy volt, várjunk, csak 10 meg 6, az 10, 16, 26, felvettek 12 millió forintot, kettő évig fizették, és utána úgy mondta fel nekik a bank, hogy valami 150 ezer forint körül elmaradásuk volt, tehát fizették a havi törlesztőt, de valahogy a bank többet akart, és mégis felmondta. Ebből mára megmutatták a végrehajtói lapot, ez az, ami ellen állandóan harcolunk, a megszámolhatatlan és teljes alaptalan kamat és egyéb költségei számolás. A 12 millió forintjából kettő év után, két évig fizettem, mára lett 16 millió forint tőketartozás, plusz 9 millió 999 ezer valamennyi forint kamat. Késedelmi kamat. 4 év alatt a 16 millió forintjára ráraktak 10 millió forint kamatot. Hátborzongató, hogy egyszerűen azért hagyják pár évig ezeket a dolgokat, mert neki egy 50 millió forintos ingatlanja van. Köszönöm. Tehát van egy 50 millió forintos, köszönöm István, van egy 50 millió forintos ingatlanja, és tudják, hogy lehet koptatni. Szerintem vannak belső nyilvántartások, amik alapján a bankok tudják, hogy kinek meddig lehet elmenni. Tehát itt arról van szó, hogy belefér. Van egy nagy ingatlanja, előbb vagy utóbb úgyis többet fog érni, főleg, hogyha a megszállóink majd betelepednek, és akkor majd ismét felmennek az árak. És ezt szépen, tudatosan csinálják. Kértük már, Dubravszky Gyurinak már mutattuk, hogy egyszerűen döbbenet, hogy 90 napos tartozás után azt mondja a bank, hogy vagy felmondja a szerződést, vagy nem. Van, akinek 3 évre sem mondják fel a szerződését, és mindaddig ketyeg nem csak az alapkamat, az ügyleti kamat, és rá a kezelési költség, hanem megy rá a késedelmi kamat. Mert csak a felmondott szerződés után áll meg maga a késedelmi kamat, viszont a felmondott szerződés után is él
az ügyleti kamat plusz a kezelési költség. Milyen abszurd országban élünk, ahol egy felmondott költség, egy felmondott szerződés után évekig kezelési költséget számolnak fel neked? Mire? Aki nem küldött bizonylatokra, meg felszólító levelekre, vagy csekkekre, mire számolnak fel több százalékot éves szinten, és ezeknek a forintban keletkezett költségeknek utána, amit ők forintosítanak, bankonként meghatározott késedelmi kamat vonzata van még. Kapaszkodjatok meg! Ezt is mostanában láttam az egyik banknál a forintosított tartozásunk késedelmi kamata, bank által megállapítva, nem tudom, hogy a pszáf ilyenkor nem dől össze, 20%. Jelenleg most hitték le 4%-ra az alapkamatot, ugye, tegnap, és mi? A bank megállapítja magától, hogy ő késedelmi kamatban 20%-ot. Az alapkamat 5-szörösét szedi, mert neki ez szabad, mert a pszáfnál ez nem veri ki a biztosítékot. Ez még semmi, azt hittem, hogy ez a csúcs. Utána egy ráfázó bankos szerződés került a kezembe, ahol ugyancsak volt egy fizetési felszólítás, illetve az már végrehajtói szakban volt, és ott pedig azt olvastam, hogy a bank által megállapított késedelmi kamat a forintkövetelés után mennyi? 26%. 26% több mint 6-szoros a jegybanki alapkamatnak. Ez ma tisztességes? Ez. Ember, vagy pedig jön hozzá az OTP-féle adósságrendező lehetőség, választhatsz a guillotine, a kötél meg a harakiri között. Az OTP adósságrendező kölcsön az úgy néz ki, hogy van forintosítják a hiteledet, 30% ügyleti kamat, 39,9%-os THM-mel. Ezt valaki ki tudja fizetni. És nem beszélve arról, hogy azt az összeget, amit soha nem ismertél el, átváltják forintra, és attól kezdve már az újat, ha nem tudod azt, hogy az alapszerződésed támadható, már pedig sok ember nem tudja, akkor te rabszolga vagy életed végéig. Tegnap jött hozzám, ez az új történet, jött hozzám egy fiatal pár. Ugye ezt már rég mondom, hogy a szülőképes korosztályból, a családokból a bankok elvittek legalább egy gyermeket. Tegnap beállított hozzánk egy ilyen pár, akiknek van egy gyermekük, és volt egy hitelük. A hitelt felmondta az OTP, 30 valamennyi ezernél kezdték, és 90 valamennyi ezernél már nem bírták fizetni. 5 év türelmi idő volt, de az is a teljes banki csalás része, hogy akciós kamatokkal, türelmi idővel bombázták, hűítették az embereket. Nem láttam, még több ezer szerződést néztünk át mostanáig, egyetlen egyszer se találkoztam olyannal, amelyik a türelmi idő lejárta után megadta volna a várható törlesztő részletet. Ez mind semmi is. A HPT 2013-asal kimondja, hogy a törlesztő részletek számát és összegét meg kell adni. Nincs olyan, hogy 50-60 vagy akár 100 hónapos türelmi idő, és utána nem adnám meg a türelmi idő utáni várható törlesztő részletek nagyságrendjét. Hát hogy tudsz számolni olyannal, amit nem ismersz? Hogy tudod te azt, hogy tudod-e törleszteni, vagy nem? Ilyenkor kellene becsatolni a PTK 312 harmadik paragrafusát, az ellehetetlenülés, mivel nem a te okodból nem tudod fizetni, hanem a bank egy olyan konstrukciót tett eléd és iratott veled alá, amit előre nem ismertél. A bank pedig azért kapja a folyósítási jutalékot, a hitelbírálati díjat, meg egyebet, mindegy, hogy minek nevezzük, azért, hogy téged felmérjen, és neked az erődhöz képest adjon egy olyan konstrukciót, amely által te az emberhez méltó életedet tudod élni a ingatlanodban, a lakásodban, vagy pedig egy olyan autót veszel, ami a munkához szükségelteti. Tehát ezek a történetek, az, hogy mi történt ezekkel a szerencsétlenekkel, a fiatalokkal. 6,8 millió forintot felvettek, ebből 2 millió 720 ezer forintot, 40%-ot állami garanciával, 20 forintra vállalt állami garanciát az állam. Na ez az egyik óriási átverés. Ugye mindig tudjuk, halljuk, amikor kormányváltás van, hogy mutogatnak egymásra, hogy az állami garancia egy nagyon súlyos dolog, az az államra nézve nagyon veszélyes, és nagyon, az egy olyan, mint egy normál, mint egy adósság, mert bármikor leívható. Na most itt az állami garancia ugyanígy dolgozik, működik. Az OTP felmondja a szerződést, és automatikusan küldi át az állami garancia beváltására a kérelmét, az igényét a NAV-nak. A NAV nem vizsgálja ezeket alapvetően, nem láttunk még egy ilyet. Tegnap bent voltam és az egyik főosztályvezetővel beszéltem az APEC-nél. Nagyon rendes volt, értette a problémát. Előtte beszéltem Dubravszky Gyurival, mert ez rendszer szintű probléma már, és sok milliárd forintot jelent állami szinten, hogy ide mindenképp be kell avatkozni, azonnal be kell lépni.
mert meg kell állítani, meg kell vágni a fogaskerekek közé itt a küllő közé a botot, mert itt folyik ki a pénz milliárd számra, úgyhogy az OTP viszi el számolatlanul ellenőrizetlenül. Hogy néz ki? Az OTP beadja az igényét, a NAV-nak nincs joga felülbírálni, azonnal fizetnek, és utána automatikusan határozatban küldik ki az adós felé. Ez úgy néz ki, hogy a 2.720.000 forintja helyett ennek a fiatal párnak jelenleg kaphat egy 5.465.000 forintos követelést, adók módjára behajtható, tehát rabszolgasója lesz élete végéig, és mindez csak 40%. Ez csak az állami rész. Emellé még kaphat a bank részéről egy 8.800.000 forintos követelést, fizették 4 évig, miután bedőlt, a 4 év után lett egy körülbelül 15 millió forint tartozásuk a 6.800.000-ból, a házuk jelenleg ért körülbelül 5-7,5 millióért vették, és azt jelenti, hogy ezt eladják, körülbelül marad egy 10 millió forintos tartozásuk 4 év adós rabszolgaság után, 4 évig is törlesztettek, de az eredmény az, hogy van egy 10 millió forintos hitelük 4 év után, házuk semmi, mert azt már ugye elméletben eladtuk 5 millió forintért. 84 ezer forint a nettója a férjnek, vidéken laknak, Ibrányban, tehát Szabolcsban, ami eléggé elmaradott vidéknek számít, hátrányos helyzetű, térségileg is. És azt jelenti, hogy kiszámoltuk, hogy ezt az összeget az anyuka otthon van, van egy tartósan beteg gyermekük, az anya otthon van vele, 84 ezer forintból élnek hárman, plusz kapnak családi politikot, emeltet, de azt a gyerekre kell költeni. Tehát a 84 ezer forint havi jövedelmükből 111 hónap alatt tudják kifizetni ezt a 10 millió forintot, amit úgymond 4 év spórolás, 4 év lakástakarékosság alatt összeszedtek maguknak, ha addig nem esznek, nem isznak, nem költenek semmit. Hát ez az új csoda, de ezt kell megállítani. Ezek olyan új jelenségek ennél a devizahitelezésnél, ami azt jelenti, megírtuk tegnap a fellebezést azonnal, mert hogy ma nem vagyok otthon, és már beírtuk, hogy ha ezt így hagyják, és nem lépnek benne, akkor örökül a gyermekeik, ha lesz egyáltalán több, de ők legfeljebb adósságot tudnak hagyni. Adós rabszolgaságot. És akkor eljutunk az ókori Rómába, ahol a rabszolgának rabszolga a gyermeke született. És ma ott tartunk, hogy Magyarországon rabszolgáknak rabszolga gyermekei születhetnek, mert vagy lemond a gyermeke a hagyatékról, csak a gyermek főrén indul el az életbe, vagy pedig örökli a szüleinek az adósságát, és akkor azt viheti tovább. Nincs családi vagyon, nincs semmi az égvilágon. Tehát valós érdemi megoldásokat nem lehet letenni most már a valós érdekképviseletek meghallgatása részvétele nélkül. Még akartam valamit mondani. Itt van a kúria ítélet a kezemben. A kúria ítéletében ugye a két pont nagyon fontos, egyszer az árfiamrés megállapítása, mert az már rajtunk múlik, hogy mennyire jól kidolgozva tudjuk az árfiamrés által semmisíteni a szerződést, de van egy másik pontja, azt felolvasom éppen azért, mert egy rövid kis nyúlfarki rész viszont alapvető, döntő fontosság. A kúria megállapítja, alapvetően a kúria pillanat tényként köteles elfogadni, hogy volt és van konverziós szolgáltatás, magyarul pénzváltás a devizahitelekkel kapcsolatban, ennek pedig költségei vannak. A kúria nem osztja a legfőbb ügyi szakmai véleményében kifejtett azon álláspontot, hogy elkülöníthető az adott szerződéses konstrukcióban a kölcsönszerződéstől a deviza forintra, illetve a forint devizára történő átváltására irányuló szerződéses megállapodás. És most jön a lényeg. A perbeli kölcsönszerződésnek és az általános érvényű, ugyanis elválaszthatatlan része a konverzió, tehát az átváltás, anélkül a kölcsönszerződés nem teljesíthető. Több ezer szerződést néztünk mostanáig át. Mi még egyetlen egyel se találkoztunk, ahol lett volna az átváltásra utaló bármilyen bizonylat. Magyarul eljutunk odáig, amit a Tamásék is mondtak, hogy ha ez nincs, akkor ez büntető kategória. Ha pedig büntető kategória, akkor egy következmények nélküli országban egyszer legalább utassák meg, hogy azok, akik ebben részt vettek, a PSZÁV, a bankok, politikusok magukra nem fognak ilyet mondani, de álljanak bíróság elé. Állítsák bírósága elé, és ha már nincs a régi, ugye, a Szent Koron szerint büntetés, ha várulása, akkor legalább törjenek egy kicsit követ kőbányában. Tehát alapvetően nagyon fontos
ami a, bent van a kurói ítéletben, csak ki kell tudni meríteni, érvényt kell tudni neki szerezni. Abban teljesen egyetértünk, hogy nem véletlenül adta el Csányi most a részvényeit, de nekünk most azt kell nézni, hogy ez nekünk segít vagy nem segít. Ha most ők egy új bankrendszert akarnak felállítani, egy magyar, akkor, és ezt tisztességgel fel akarják állítani, most jött el az idő arra, minket az nem érdekel, hogy ők most ebből mennyi minden pénzt, mennyi mindent fognak profitálni, maradnak a nyakunkon, ha nincs rendszerváltás, ugye, tényleges, de a lényeg, a legfontosabb az, hogy az emberek visszakaphassák az emberhez méltó élet lehetőségét. Mindaddig, amíg ezek a devizahiteles problémák nincsenek megoldva, általános érvénnyel, az összes devizahitelre elvonatkoztatva, addig Magyarországon nem lesz normális polgári élet, nem lesz emberhez méltó élet. Én tegnap este, és ahogy a városon végigmentem, mert csak késő este tudtam elmenni valamit még venni, kis kávét meg egyet, egyszerűen kihalt a város, nálunk is, Nyíregyházán. Egyszerűen egy rétegnek még lehet valami pénze, de az összes többi ember már csak gyűjt, eddig gyűjtött arra, hogy kifizesse a hiteleit, most, hogy már nincs meg felélt az összes tartalékát, akkor legfeljebb olyanokat olvasok, hogy azért hagyják abba a törlesztőrészet fizetését, mert most már annyi a kérdés, hogy vagy adok enni a gyermeknek, vagy a banknak fizetek. Eljutottak odáig, amit én már parasztleveleinkben kezdettől fogva hajtok, és mindig ez része a parasztleveleinknek, hogy teljes időképességünk mértékében fizetünk tovább a felvett forint összegig, mivel a családunk megélhetése előbbre való, mint a bankjuk profitésége. És ez most már olyan általános érvényű, hogy az emberek nem kapják fel a fejüket. Az elején még egy kicsit úgy láttam, hogy megrökönyödtek, hogy ilyeneket lemerünk írni, de most már annyira húsba vágó, hogy egyszerűen ez természetes. Természetes az, hogy azért nem fizetek a banknak, mert különben nem tudok enni adni a gyermekemnek. Ez ma 2013-ban Magyarország. Ausztriában, a nyugati határnál lakik egy ismerősünk, és ő mondta, hogy átment az osztrák oldalra, megkérdezte, hogy 20 millió forintot milyen keretek között tudna felvenni. És azt mondta, hogy amikor megnézte ezt most, 20 millió forintot összehasonlított felvételre az osztrák oldalon, meg volt itt a korábbi ugye 2008 környéki magyar, és akkor, amikor felvette, ő otthon vették fel a túloldalt, ott az volt, hogy 20 millió forintra fixen euróban, amit átszámolt, visszajött 26 millió forint kifizetése. Itt a 20 millió forint most már úgy néz ki, hogy körülbelül 56 és 60 millió forint között kell visszafizetni érte, úgy, hogy sógorék sokkal gazdagabbak, és sógorék egyszerűen megoldották a devizahiteles problémát különben, mert fogták és a 230 ezer devizában eladósított osztrák állampolgárnak általános érvényen az osztrák legfelső bíróság ugye megítélte a kártérítést. Nálunk az egy nagyobb falat, azért nem lehet csak úgy belevágni, mert akkor 1 millió 100 ezer devizakárosultat kellene kártalanítani abból a pénzből, amit innen kivontak az emberek. De visszaadom a szót, mert most a Józsi ide állt mellé, még legfeljebb, hogyha akad egy kis idő, vagy valami, akkor még legfeljebb beszélek, de látom, nem azért állt ide, mert árnyék van, hanem valamit szerettem mondani. Köszönöm.